Sziasztok! Görgei Artúr vagyok. Engedjétek meg, hogy katonai karrieremről meséljek. Kezdhetjük, gépész úr? Katonának tanulok. De édesapám halála után kilépek a hadseregből, és vegyészetet tanulok. Épp sikeres vegyészi pálya elé nézek. Mikor a Magyar Honvédségbe katonákat toboroznak. Nem tehetek mást. Én is beállok a honvédseregbe. Battyányi Lojzi, az első magyar miniszterelnök rám bízza a fegyverek beszerzését. Én azt javaslom, hogy saját lőszergyárat csináljunk. Mivel értek a kémiához, magam szeretném vezetni a gyárat. De ennél sokkal fontosabb szerepet szánnak nekem. Nyáron már őrnaggyá, ősszel tábornokká, majd pár hónapra rá fővezérré neveznek ki. Nem semmi, igaz-e? Csuda gyorsan, egyre fontosabb feladatokat kapok. Becsülettel végzem a dolgom, és fegyelmet tartok. Amit katonáimtól elvárok, azt magamtól is éppen úgy. A szabadságharc végén 3 napig az ország teljhatalmú vezére is vagyok. De erről bővebben majd egy másik történetben mesélek.